Na, vissza is tértünk, kérem, szépen Silent Hill falvába, és akkor rá kell jönnöm, hogy mindent megnéztem-e, amit meg akartam nézni, nem vagyok benne egyébként 100%-ig biztos. Restroomban még nem voltam, szóval akkor még gyorsan itt kimászok és megnézem gyorsan, ha egyáltalán be tudok oda jutni. Elvileg nem. Szóval... Examination Room, az is kimaradt. Jó, tehát biztos, hogy az ilyen helyeken lehet még gyűjtögetni egy pár dolgot, 100%. Kivéve, hogyha egy kibaszott nagy lyuk van ott. Ne rossz helyen vagyok, oké? Okay? Lobbiba, valami esetleg nem. Nem, ezt már letakarták, hogy jönnek a költöztetők. Fuck. Sziasztok! Na, újabb nap, újabb jó kis Silent Hill-ezés, mert miért ne lenne Silent Hill-ezés? Mondom én, hogy valami még van itt. Ez nekem nagyon fog kelleni, bakker. Rohadtul fog kelleni minden egyes apróság, amire rá tudom tenni a kezemet. De minden. Minden. Hú. Beszéltem ugye a... Hát mai igazából, mert én ugye ma veszek föl, tehát mai videóban beszéltem arról, hogy mi az Isten csináltam én az elmúlt időszakban, és őszintén én nem ajánlom senkinek az égvilágon, hogy valami ilyesmire betemedjen egyedül. Tehát volt segítségem néha, tehát időnként azért valaki tudott jönni, de annyira irgalmatlan módon elfáradtam, hogy azt elmondani nem tudom, gyerekek. Na, toljuk. Mi van idekint? What is outside? Nagyon sok utca van itt, bakker. Szóval szerintem megyünk jobbra, jó? Tehát ilyen labirintus szinten, aztán majd meglátjuk, hogy mivel találkozunk menet közben. Jó, tehát alapvetően a labirintusok megoldásának a lehető legegyszerűbb módja az, hogy fogjátok magatokat és elindultok vagy balra, vagy jobbra is. Szevasz! Bazd meg! Tehát elindultok vagy balra, vagy jobbra és szépen a bal mellett haladva elcsoszogtok a végéig. Tehát ez a legegyszerűbb módszer az összes közül. Nem. Hülye voltam, nem figyeltem, hogy ott van valaki. Valaki, valami, igazából nem tudom, hogy mi az Isten nyila az, de mindegy. Itt tud... Mondom, nővérke drága, szevasz! Azért kicsit megkapta az ívet szerencsére, de ezek nagyon durván bírják, bakker. Tehát valamelyik alkalommal nem tudom, hogy hány... Jézusen, shotgun lőszert eresztettem bele, és még mindig bírták a szemétládák, tehát... Ja, aztán meg is haltam ott. Valakit még mindig hallok. Ez lehet csak bogár, nem tudom. Vagy a túloldalon. Túloldalon, jó, mindegy, jelenleg visszajövök inkább, az a biztos. Azért próbálom szekciókra osztani, jó? Tehát a következő helyszínre majd csak akkor fogok menni, hogyha... Semmi. De nem a kicsit akarom kijutni, a nagyot. Na végre, ott sincs semmi. Itt sincs semmi. Ez a baj egyébként, erre le kell szoknom, hogy... Rögtön elkezdek csépelni, anélkül, hogy megnézném, hogy mi az Isten van a környezetemben. Valami van itt. Oké, valami van itt. Bogár van az meg, bogár van itt. Volt. Háttal van, háttal van, gyere! Gyere, gyere, csapd le! Bazd meg, nem volt háttal! Baszom, áh, ne! Bagdaljam el össze, te! A rohadt anyádat engedje, engedje! Ketten vannak, bazd meg! Jó, megfeküdt. Ez sima nővér, ez nem Nightmare nővér. Faszom! Valami még van a hátam mögött. Picsába már! Ja, bogár bazd meg, jó van, az nem érdekel. Ez nem bogár, faszom!
Kicsit sokan vagytok már itt, csezd meg! Arról a téletbe, ez kicsit intenzív! Bazd meg! Francba, francba, francba! A rohadt bogár, bazd meg az... Na végre csend lett, a kurva életbe, ez nagyon nem volt jó. Jó, szóval tök fölöslegesen jöttem ide igazából, mert le van zárva, bár remélem, hogy valamit azért találok itt is. Valamit ott néz nagyon. Aha, csomag! Az baj, hogy sunyulni nem lehet ebben a szarban. Ez a legnagyobb bajom egyébként. Valami még van itt. Ah, cuccok! Tök jó! Tök jó, tök jó, tök jó. Oké. Jó, semmi. Semmi, semmi, semmi. Kocsi. Ezt már összetörtem volna, vagy csak akartam? Nem tudom. Lehet, hogy valaki más is itt van, és akkor majd jönnek az elméletek, hogy James egy időhúrokban... Nem értem, nem értem, Bucketet, honnan az Isten nyilából jön ez az elmélet. Tehát próbálok szépeket mondani egyébként, tehát az elmélet nyilvánvalóan, de ha nem tudományos dolgokról van szó, akkor annyit jelent, hogy valaki elgondolt valamit. Na de meséljetek már nekem a komment szekcióba, mi az Isten támasztja alá azt, hogy James itt éppen egy időhurokban mászkál? Ezt mondja már meg nekem valaki. Jó. Akkor jelenleg, ha jól látom, akkor egyetlen egy út van, amelyre tudok haladni, méghozzá ez. Lezúztam azt a kocsit? Lezúztam határozottan. És ha igaz, akkor itt már semmi nincsen. És csak arra tudok menni. Tuti, bazd meg, hogy az ajtó mögött lesz valami. Valami itt. Ott van, jól látom? Nem ott van, csezd meg, bogár volt a rohadt életben. Hol a pöcsömben van ez a rovalék? Ott van, oké? Az a baj, hogy ezek is sebeznek, bassza meg. Ezek is sebeznek, ez a baj. Tuti bujócskázunk. Mondom én, szevasz! Faszom! Jó van. Mi van még itt? Ott is van egy szardarab, ha jól látom. Tőlem balra, jó? Faszom, gyerünk már! Azaz! Nem baj, egyel több. Nem vagyok jó ebben. Ott van a kis szar. Ott a sav, bazd meg, ott a sav. A rohadt anyját neki. Oké. Kiváló, köszönöm. Jó. Nem sok gyógyító szarságom van, szóval amíg még ilyen állapotban vagyok, addig próbálok nem erőlködni vele. Ez meg, bazd meg a tel... Sunyogott balra. Egy bogár is van ott? Vagy rosszul hallom? Tuti, hogy az. Tuti, hogy az. Hol vagy, te szar szemét? Gyerünk már. Esküszöm, hogy hallottam, aztán lehet, hogy igazából semmi más nem hallottam, csak a... Ott van a bogár, bazd meg, ott van. Jó, okés. Szarul bújtál el, öreg! Faszom. Azért agresszívak ezek a rohadékok, bassza meg! De lassú vagyok. Bazd meg már! Azért maradjál ott, jó?
Maradj ott, Léci. Mi a... Hű, bazd meg! Figyeljé! Van nekem ilyenem, jó? Nem tudom, hogy mitől függ, igazából a kettőt, hármat bekapnak, akkor elfekszenek, tehát ez teljes mértékben egy fasz a dolog. Viszont nem akarok pocsékolni igazából lőszert. Mennyim van? 35. 45. Nem sok. Na, ez a hangeffekt, ez nekem nem kellett, bassza meg, ez nekem nem kellett most a rohadt életbe. Jó, szóval akkor hol vagyunk? Az egy lezárt utca. Ja, akkor csak arra tudunk tovább menni? Elvileg igen, csak itt hova? Ja, elvileg arra fel, oké. A Haven's Knight az elvileg itt van a szomszédban, de szerintem oda nem fogok tudni bevenni. Te fekszel már, vagy nem? Ő valamit csinál. Azt lezúztam, jó. Tehát akkor elvileg itt már voltam. Akkor... Fú, ez meg sokkal intenzívebb egyébként ez... Ez mi volt? Ez sokkal intenzívebb egyébként, mint az eredeti. Nem azt mondom, hogy hangulatban mindig eltalálja, de hogy parább az hétszentség. Ez mi volt? Mik a fogod, bassza meg? Tessze meg, nővérke, jó? Hagyjál már békén, te! Bazd meg! Áááá! Még mindig van valami itt. Még mindig van valami itt. Ez egy bogár lesz, hallom, csak azt is próbálom lecsapni, mert hogy egyébként azok is sebeznek, hogy szakadnának össze. De miért sebeznek? Itt lesz valahol. Azaz! Megvan a kis köcsög, jó van, megvan. De ugye rohadt kis csótányokat is kell nézni, bassza meg, hogy éppen hol vannak, vagy hol nincsenek, ez valami félelmetes. Na mindegy. Na bazd meg! Cseszed! Hű, bazze! Ez nagyon nem jó, ez nagyon nem jó. Ott semmi. Elvileg másfelé nem is tudok menni igazából. Sehol semmi, ha igaz. Ott fehérre jelzi. Ja, itt a vége igazából, szóval akkor menjünk át. Jamesnek a fejébe azért beteszek egy ilyen kicsit. Okés. Ez jó volt, köszönöm. Nem szartam össze magam. Hirtelen le akartam csapni ezt a szart. Lesküszöm, hogy legközelebb hotelben járok, így fogom basszus összehajtani a lepedőt. De tényleg. Jó. Tudjátok mit? Nem. Tehát van izénk. Jó. Most még nem mentünk, van nekünk checkpointunk, jó? Figyeljé! Van ott egy láb, jó? Hogy a pöcsönbe vett ez észre, amikor éppen bujkált, jó? Én se láttam. Na, itt már nővér vagy sima. Simának tűnik. Szevasz, öreg! Figyeljé! Nekem van pisztolyom, mit szólsz hozzá? Jó. És még így is bírnak hármat, hogy abból egy pisztoly, basszus. Ez a durva, ezek nagyon rohadt kemények.
Jó, arra fele van valami. Itt van valami. Ott egy kurva bogár még mindig. Remélem más nincs itt. És nincs. Ja, cucc. Azaz. Handgunem most tök jól jön mindig. Nem, semmi. Jó. Fú, baszki. Próbálok egyébként gyorsabban haladni, de ez azért kicsikét kikezdi az idegrendszeremet. Fú, banyek. Ez. Jó. Akkor menjünk tovább. Valahol úgy a 6.-7. rész környékén így teljesen lefosztott a mosoly egyébként a fejemről, tehát innentől kezdve ez minden csak nem kellemes. Randall Street-re lejövünk, oké. Okay. Miért itt vagyok? Bazd meg! Azban, engedj el! Tudom, hogy a haverod is ott van, de... Nem érdekel, jó? Őt szerintem lelövöm, jó? Az a tuti. Mellé. Kétszer picsán lőttem, nem baj. Hátulról nem lát, szóval... Pont megfordult, hogy... Az meg, nem a... Jó. Mi van még itt? Valamit kapok, hogy dögölne meg. Á, bazd meg! Oké. Figyelnem kéne magamra, basszus, mert állandó jelleggel szétrúgják a valagamat. Fogák? Jó. Ő volt, csak annyira zavaró egyébként, hogy ezek is bejeleznek. Silent Hill első részében volt valami zseniális, amikor állandó jelleggel ugye bevizélt a rádió, amikor ott voltak ugye azok a kölykök, akik igazából a lőtéri kutyának nem ártottak. Azaz. Rácsos francba. Többet sérülök, mint amit szeretnék, jó? Tehát ezt annyira nem élvezem. Mindegy. Ott van egy kocsi, legyen benne valami, léci. Ó, oh, van rajta valami. Akkor gondolom ez ennyi volt, jó. Merre fele vagyok, igen. Az zárva van, akkor a túloldat. Lakeside apartment vagy? Rosszul láttam, hogy van ott valami kiírás. Valaki van itt, de hol? Hova bújtad a szemét? Autó alá talán? Ami azt jelenti, hogy ez nem nővérke, ez pozitív. Gyerünk. Vagy csak egy rohadt bogár. Ott van, az! Szakadnál meg. Frászt hozza rám állandó jelleggel ez a kis szar. Gyerünk! Nem nyert túloldalon valami esetleg, bár mondjuk lehet, hogy már innen láttam volna. Nem. Ezt. Léci. Nem nyert. Ez az autó. Ott van. És megüti bazd meg a házát. Házát, na. Megüti a kasznit. Na itt mi van? Kapfogó nővérkék, gyertek kifele? Figyelj! Ha én fogom magamat és így... Jó, ő megfeküdt, oké, ez pozitív. Ott még mászkál valami. És nem csak bogár, hogy szakadna meg. Jó. Igyekszem óvatosabban csinálni egyébként, mint eddig, mert hogy... Még így is szétrúgják a seggemet, ott van egy kis pöcs.
Állj, gyere ide! Azaz! És ott egy bogár is bassza meg, csak hogy összezavarjon teljesen. Na végre, faszom. Végre egy kis nyugi, végre egy kicsi nyugi, tehát tele van. Irgalmatlan módon egyben van a gyomrom, jó? Tehát ez nem az a kategóriai játék, ami... amit úgy kényelmesen lehet tolni, amikor Silent Hill az sosem volt egy ilyen sétagalop, az tény és való. Az sose. Tehát az pont az a játék volt, pszichológiai horror basszus, tehát ami arra is ráhozta a szívbajt, úgyhogy nem kellett állandó jelleget jumpscare-ekkel szórakozni, aki egyébként teljes mértékben rendben volt lelkileg, jó? Tehát mindenkire, mindenkire. Nem is tudom egyébként, hogy... BASZD MEG! Én nem is tudom egyébként, hogy játszottam-e valaha ennyire ijesztő franchise-val. Tehát értem én, hogy van itt Alien Isolation, meg Outlast, meg egyéb hülyeségek, de ez, hogy úgy teremt hangulatot, hogy egyébként van lehetőségetek mondjuk megvédeni magatokat. Na, ez egy teljesen más műfaj. Ez egy totálisan más műfaj. Jó, hol nem voltam még? Itt ki tudok menni máshol is, vagy nem? Arrafele? Vagy az be van rácsozva? Hol a köcsőmben vagyok? Tudjátok, hogy szerintem ide majd később fogok jönni, jó? Tehát először felfedezem még azt, hogy mi van ott az utcán. Haba. Jó. Elvileg nem néztem még végig mindent, ha igaz. Nem tudom, hogy meddig lehet egyáltalán itt az utcán eljutni, ez majd mindjárt kiderül. Majd mindjárt. Szétvertem. Ja, hogy itt a vége, fuss el véle, jó van, akkor fasza. Oké. Szerintem ezen az utcán én nem fogok tovább menni. Jó, maradjunk annyiba, onnan jöttem, akkor kizárásos alapon. Nagyon terelget egyébként a játék, tehát elég pofátlanul hozzáteszem. Mindegy, akkor arra fele tudok csak menni. Nagyon pofátlanul terelget amúgy, mert hogy ugye láthatatlan fal azért nincs, határozottan látható fal van, bakker. Nagyon látható fal van. Tököm már, bakker. Jó. Valaki ott topzódik. Jó, itt szerencsére úgy tűnik, hogy látok azért elég sok mindent. Nem figyelt? Picsába! Már itt hallom, hogy többen vannak. Nem baj, nem baj, nem baj, nővérke drága, gyere! Jaj, az meg sa... Bazd meg! Ne! Leveri a vesémet teljesen a... Ezek nagyon tudnak amúgy. Na végre megfeküdt, hogy szakadna össze a kurva életbe. A kurva életbe. Ez basszus, ez nagyon-nagyon-nagyon durva. Ez mocskos módon nagyon durva. Faszom, bocsánat kicsit ide, elrendezem magamat, mert itt a felemberendezés látszik mindenhol. Csak nem tudom, hogy miért, nem mindegy. Eldőlt a háttérvásznam, gyerekek, jó? Tehát ilyen is előfordul néha a legjobb családban is. Ez van, ezt kell szeretni. Szóval akkor... Nightmare nővérik itt voltak a haverjaival. Akkor elvileg itt most jó vagyok. Nagyon-nagyon remélem, bakker, nagyon remélem. Azért próbálok mindenhova benézni, ahol nem... Ah. Na, próbálok mindenhova elnézni, ahova egyébként nem lenne egyértelmű, mert ugye a játékos terel, tehát tény és valahogy nagyjából tudom, hogy merre fele. Na bazd meg! Hagyjál már! Végként te... Na végre, bazd meg! Anyádat azt! Itt ki és jobbra? Ja.
Nem? Még tovább megyünk, jó? Már úgy látom, hogy itt már nincsen hova, na mindegy. Túloldal, 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 legalább most láttam, hogy hol van. Legalább most láttam, gyerünk! Handgun ammo, na egészen szépen visszajött. Gondolom ez továbbra is így fog menni egyébként, hogy egy darabig eljutunk handgun ammo-val, meg egyebekkel. Aztán meg szépen elfogy egy boss harcnál, aztán szívok, mint a torkos volt. Torkos borz, na mindegy. Jó, ez a játék, ez nagyon mély torkos, bassza meg nagyon. Nem. Egy pillanat, bocsánat, csak itt valami. Megkattant a gépem egy fél pillanat türelmet. Na, jó van akkor. Ez nem volt a tervben. Merre vagyunk? Nincs semmi, hátul esetleg. Nincs semmi, jó. Erre azért figyelni kell, hogy nem mindenhol van valami, jó. Szerintem én végig megyek ezen az utcán, mint... Hallottam valamit? Végig megyek ennek az utcának mind a két oldalán, jó? Tehát az a 100%-ig biztos. Lehet, hogy amúgy ez egy 5 perces session lenne, és totálisan fölöslegesen csapkodok én itt minden egyes izét, ablakot, de nem baj, nem baj, nem baj, legyünk hatékonyak, jó? Jó. A másik oldalt is megnézzük, mi van. Muszáj felfedezni igazából a várost, mert annyira mocskos módon el tudnak rejteni mindent. Itt voltam, nem? Ja, itt voltam, oké. És akkor viszont csak az marad nekem, hogy tovább megyek ott. Először csapok egy balost, aztán majd visszafele, jó? Gyerünk, jámes! Gyerünk, gyerünk, gyerünk! Hát balost nem csapok. Ez eléggé egyértelműen jelzi egyébként, hogy nem fogok ilyeneket csinálni. Valamelyik tornácon nincs... Ez az! Ez az! Tényleg mindent meg kell nézni ebben a kurva városban. Szirincs! Szirincs! Tök jó. Az ott mi a here? Jó, ott volt a bár. Oké. Jó, itt végigjöttünk, akkor arra fele tovább. Jó. Megnézem közben a túloldalt is, hát ha van valami, de úgy látom, hogy nincsen. Laura! Bazzeg már, Laura. Miért kell mindig lelépni előlem, faszom? Nem emlékszem, mondjatok meg a komment szekcióban, tehát tényleg ennyi szer szerepelt egyébként Laura így feltűnve semmiben, valahol távol? Nem emlékszem rá egyáltalán. Na, itt mi a tosz van? Ó, bazd meg ezek az íz... Ó, csezd meg! Nem. Miért kapcsoltam le? Faszom. Hol az istennyi lába vagyok már megint? Harmadik részben voltak nagyon jellemzőek egyébként azok a... ilyen mi az istenem ráson kapaszkodó kis szemétládák. Na mindegy, mindegy, mindegy. Fedezzük fel a várost, kérem szépen, itt nem tudom, hogy hol vagyunk. Azt az egyet tudom, most jöttem át a másik felére, és itt bizony van egy jó kis mentési pont, amit én ki is fogok használni, mielőtt tovább mennék, szóval nézzük, mi van itt, ezt még elolvasok, azt mondja, hogy he who is not bold enough to be stared at from across the abyss is not bold enough to stare into it himself. Tehát aki nem elég
bold, buta, vagy a bátor, nem tudom, de mindegy, aki nem elég bold ahhoz, hogy ránézzen a mélység, az nem elég bold ahhoz, hogy ő is ránézzen. The truth can only be learned by marching forward. Az igazságot csak úgy tudhatod meg, ha haladsz előre. Follow the map, there's a letter and a wrench. Tehát kövesd a térképet, van egy levél és egy fogó. Oké, flip, mi van itt? Semmi, jó. Tehát akkor egy levelet meg egy fogót keresünk még hozzá, ezt a következő alkalommal fogjuk megtenni, amikor már nem teszünk ebben a jó kis lakókocsiban. Szóval, köszi szépen, hogy voltatok, dobjatok egy ilyet, hogyha tetszett eddig is, jó, és a holnapi alkalommal csatlakozzatok hozzám. Köszönöm szépen a figyelmeteket, tegyen szép estétek. Sziasztok!